Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás. Itt ez a kép utal rád, utal a te jelenlegi helyzetedre. Most az a fontos, hogy megtaláld a nyugalmadat, pihent ki magadat, hiszen kell a biztonság érzete minden életterületen. Sajnos az elmúlt napokban, hetekben nem így élted át, tehát most nagyon fontos számodra a nyugalom. Légy visszahúzódó. Amit tehetsz, hogy legyen meg egy elképzelés, legyen meg a hited, hiszen itt látható a háttérben ez a szent kép, ez utalhat vallási témákra is, de arra is, hogy legyen meg ez a kép, ez a belső kép, hogy mit, hogyan szeretnél elérni. Ez az álom megvalósulhat, hiszen itt vagy látható, mint egy királynő, és uralkodsz a föld eleme felett. A föld eleme az jelenti a reális dolgokat, tehát ez az elképzelés megvalósulhat. Az is fontos, hogy foglald el a helyedet az életben, uralkodj az anyagiak felett, éld a hivatásodat, és legyen meg ez a magabiztos fellépés, ez a királynői büszke fellépés, hiszen te is értékes vagy. Meg fogod kapni az elismerést, légy ennek tudatában. Ez az arany érem utalhat anyagiakra, a munkára, de a belső értékekre is. Figyelj oda most erre, mi értékes számodra, vagy ki értékes számodra. Vedd ezt birtokodba, hiszen te ezt megérdemled. Nála vannak még fájdalmas emlékek, erre utal ez a sebzett szív, de lesz gyógyító erő, hiszen ez a mágikus segít ebben. Azon kívül itt látható, hogy előre mennek az események, ő irányítja majd a dolgokat. És megkapod az elismerést, hiszen közeledni fog hozzád, itt látható, átnyújtja számodra ezt az arany kelyhet, ami utal az ő érzelmeire. Kimutatja az érzelmeit. Itt is látható a közeledés, a kezében van ez a bot, és ez jelenti a tűz elemét. Ki fogja mutatni a bátorságát, a lelkesedést, a szenvedélyeket is, hiszen keresi a testi kapcsolatot, ezt a közelséget mély érzelmekkel, hiszen a varázsló azt jelenti, hogy megvan ez a varázslatos kisugárzás, megvan ez a bűbájos, varázslatos vonzalom kettőtök között. És ez lesz itt a haladás, ahogy majd ő irányítja a dolgokat. Itt látható egy új kezdet, hiszen ez a római 10-es szám utal egy új kezdetre, amikor egy új periódus kezdődik az életetekben. Kezdetben nem könnyű, hiszen látható, hogy mennyi mindent cipel. Lehet, hogy sok a dolga, az is lehet, hogy itt még megvannak a fájdalmas emlékek, emiatt nehéz ez az új kezdet. Bizonyos dolgokat vagy emlékeket el kellene engednie, hiszen ez itt fogva tart, de lehetnek más körülmények is. Egy még meglévő párkapcsolat, vagy a munkahely, vagy a családi kapcsolatok, vagy a lakhely, valami, ami fogva tartja őt, fogva tart téged, vagy mindkettőtöket, ki kell lépni ebből a helyzetből, hogy legyenek változások, itt látható a mozgás, és az azt jelenti, lesznek változások,
lesz itt egy új kezdet, egy közeledés, ez a kártya utalhat szerződésekre is, de jelenti a párkapcsolatot, hiszen a kejhekről, tehát érzelmekről van itt szó, és ennek a kártyának megvan a gyógyító hatása is, hiszen a háttérben látható ez a két kígyó, az jelenti a gyógyító erőt, a transformációt, változnak a dolgok, jól fognak alakulni az események. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!